napot kívánok, kedves nézőink! Mai pont ma műsorunk meghívottai a Barna Léna és Baltai Róza Rebeka, mindketten egyetemisták a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen, teatrológia szakon. Ez nem tudom, hogy dramaturgia is, vagy sem, tehát hogy mennyire kötődik ez a dramaturgiához is. Minden esetre a témánk az a drámapályázat, amit ugye kiírt a teatrológia szakirány az idén is, és amelyre hát ezelőtt 2 évvel gondolom, és ezelőtt 1 évvel, mert hogy másodéves, nem pedig első éves a teatrológián, szóval, hogy 1-2 év különbséggel mindketten pályáztak erre a drámapályázatra, drámapálya című versenyre, és hát mindketten nyertek, és mindketten az egyetemnek a hallgatói lettek. Ez mondjuk engem azért lepett inkább meg, mert hogy önök mindketten Magyarországról jönnek, és hát az volt az érzésem, hogyha a marosvásárhelyi pályázatra elsősorban erdélyi diákok válaszolnak, de hát természetesen nagyon örvendetes, hogy világszerte olvasható az, hogy a Marosvásárhelyi Egyetemnek van egy pályázata. Szóval hol vették észre, és miért határozták el, hogy akkor tényleg jelentkeznek erre a Drámapálya című versenyre? Gimnázium után, vagy hát még gimnázium alatt nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy hova szeretnék menni, és mit szeretnék tanulni. Tudtam, hogy mindenféleképpen színház irányba szeretnék elmozdulni, de nem tudtam, hogy most mi legyen az, és melyik része érdekel jobban. És akkor már gimnáziumban foglalkoztam írással, és akkor feldobta a Facebook, hogy a teatrológia Facebook oldalán megtalálható ez a pályázat. És akkor mondom, utána néztem az egyetemnek, hogy mit lehet itt tanulni, és nagyon-nagyon szimpatikus lett ez a szak, és úgy voltam vele, hogy hát akkor megpróbálom. És egy kritikát küldtem, egy színi kritikát, és akkor azzal sikerült bekerülnöm az egyetemre, szóval. Milyen darabról, vagy miről írta egy a kritikát? Egy külföldi előadásról, az Újvidéki Színház egyik előadásáról írtam egy kritikát, ami úgy leszik, hogy nagyon tetszett a zsűrinek és a mostani tanáraimnak, szóval. Igen. Jó kritika volt most így 3-4 év távlatából is jó kritika volt? Hát, lehet volna mit javítani rajta, azóta nagyon sok mindent megtanultam ezzel kapcsolatban, szóval lehet, hogy már máshogy, más szemszögből közelítenék meg egy-két témát, és máshogy írnám más szóhasználattal. De akkoriban ez jónak számított, ezek szerint igen. Igen, és ön mit írt erre a pályázatra, illetve hogyan döntött el, hogy jelentkezik rá? Én egy színdarabbal pályáztam, és... Egy egész színdarabbal, vagy egy jelenettel? Nem, egy egész teljes drámaszöveggel. Nekem itt úgy volt, hogy már nagyjából kiválasztottam, hogy erre az egyetemre szeretnék jönni. Volt egy félig kész darabom is, és a drámapálya az igazából csak nagyon-nagyon jól jött. Épp, hogy adott egy határidőt, hogy ekkorra kell befejeznem ezt a darabot, és megírtam, és elküldtem. Igen, azért kérdeztem, hogy biztos nem jelenetről van szó, hanem egy egész drámáról. Tehát egy egész drámát azért így átfogni, tehát hogy a cselekménynek a szálai, azok így logikusan következzenek egymás után, hogy a több szereplő, mert gondolom, hogy több szereplős drámáról van szó, tehát a több szereplőnek a karakterét, a személyiségét felépíteni azért nem középiskolás feladat. Tehát gondolom, tehát nem tudom, milyen profilú iskolába járt, tehát hogy tanult erről, vagy ezt mind magánszorgalomból, tehát önképző módon jött rá, hogy kell ezt csinálni? Hát szerintem még nem jöttem rá, hogy kell csinálni. De a lényeg az, hogy van egy dráma, létezik egy dráma, igen, ami ráadásul pályázatot nyert. Úgyhogy. És ekkor ez már a második darabom volt, és nagyon sok segítségem volt benne. Enyedi Évától nagyon sok segítséget kaptam. Aki gondolom tanárnője volt, vagy?
Ez egy máshonnan ismerem, de nem tanárnőm volt, hanem nem is tudom, barátnőm. És igen, és vele rengeteget dolgoztam, és nagyon sokat segített. Úgyhogy persze nem egyedül kellett ezt végigcsinálnom. Igen. És akkor ez hogy zajlott le? Tehát, hogy elküldték ugye borítékban, úgy látom, hogy a mostani kiírásban is ugye jelszóval és ilyen módon kell, tehát anonim módon kell elküldeni a pályamunkákat. De hogy, na, mégiscsak egy másik országról van szó, szóval, hogy ez zökkenőmentesen zajlott-e. Igen, nagyon szimpatikus az, hogy név nélkül adhattuk be a pályázatokat, és egyáltalán nem volt gond az, hogy más országból küldtük, mert hogy online is el lehetett küldeni, tehát hogy két példányban, én úgy emlékszem, de javíts ki, hogyha nem így volt. Én is e-mailen küldtem. Igen, és akkor utólag adtuk be a papírformában tehát a szövegeket. E-mailen azért elég bonyolult név nélkül elküldeni, tehát az ember kamu profilt generál, vagy nem tudom elképzelni, nem, hogy lehet ezt. Én csak a dokumentumot nem szabadott aláírni, magát a fájlt, de az e-mailt nyilván muszáj volt. Igen, és jeligékkel működött az egész, hogy nem névvel, hanem egy tetszőleges nevet, vagy jeligét kiválasztva, és az volt a tárgy. Tehát nem a saját nevünk, hanem ez, amit kiválasztottunk. Igen, hát gondolom, hogy a zsűri akkor csak a dolgozatot magát kapja a készhez, és nem a levélküldőnek, tehát hogy nem ő menti le az oldalról az illető pályamunkát. Igen. És hogy gondolom, akkor is különböző dolgokkal lehetett pályázni, tehát hogy több korosztály volt, és hogy több műfajban lehetett pályázni. Volt más is, mint hogy dráma, illetve kritika? Vagy ez volt a két különböző műfaj? Én úgy emlékszem, hogy kritika, mint műfaj nem volt, hanem élménybeszámoló. Uh-huh. És akkor vettem a bátorságot, és én azt mondtam, hogy ez az enyém nem egy élménybeszámoló, hanem egy színi kritika jellegű valami, és akkor én így küldtem el, hogy kiemeltem, hogy ez nem élménybeszámoló. Én már nem emlékszem, hogy mi volt még az a helyzet, de korosztályra volt osztva, ezt emlékszem, hogy... Két korosztály volt, és én azt hiszem, hogy a 19 évnél volt talán a határ, vagy 18-nál, és amire még emlékszem, hogy lehetett karakterrajzot küldeni. Ó, igen. Szerintem jelenetet, egy egész drámát, illetve egy szereplőnek a karakterét. Igen. 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 Azt hiszem ennyi, vagy én így emlékszem. Igen. Miről szólt ez a dráma? Egy családnak a történet egy hosszabb időszakot ölel föl, és a családban... Tehát több felvonás, vagy csak jelenetekben különböztek, vagy hogyan érzékelődött az, hogy ez itt sok időről van szó? Nem is több felvonás, hanem több rész volt. A főszereplő fiú nagyon, tehát hogy végig ível a gyerekkorán, és ezért egy kicsit ilyen... kicsit filmes talán, hogy ennyi év alatt játszódik, és így részekre van bontva, de végig egy családi háznak a nappaliába vagyunk, illetve egyszerre a családnak a nagymamájának a nappaliát látjuk, és ezért izgalmas szerintem, vagy ezt emelte ki a zsűri, hogy nagyon érdekes az a beszédforma, hogy a néző egyszerre látja a nagymamának a nappaliában történő eseményeket, miközben az a nappali ugyanúgy egy másik háznak a nappalia, ahol ugyanott van a szék, ahogyan a másik lakásban is ugyan... Tehát, hogy ugyanazt a nappalit rendezte be aztán a másik házban? Igen.
Nem, én úgy képzeltem el, hogyha így időben folyik ez a dolog, akkor hogy van egy 20 évvel ezelőtti nappali, és egy 20 évvel későbbi nappali, ugyanaz a nappali. Nem, ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy család, az, akinek a tagjai egy anyuka és egy kisfiú, és egy nagymama. És közöttük játszódnak a fő dolgok, aminek a kirobbantó pontja az, hogy az apuka már nincs jelen a család életében, és az, hogy az anyukának és a kisfiúnak a kapcsolata egyre jobban megromlik, azzal is, hogy bejön egy új mostoha apuka, és a nagymamának ez az ilyen irányító és elnyomó attitűdje, amivel... És ezeket a karaktereket honnan szedte? Tehát egy saját élményből? Tehát ez ismeri ezeket az embereket, akiket mozgatott ebben a drámában? Ezt nem mondanám, hogy ismerem ezeket az embereket, mert ezek nem valódi emberek. Nyilvánvalóan saját tapasztalatokból könnyebb dolgozni, de ez nem egy igaz történet. Persze, tehát nyilván fikció, világos, csak hogy az ember, amikor felépít egy karaktert, egy szereplőt, akkor azért a saját ismerősei szoktak lenni a fejében, hogy na, vajon ő hogy csinálná ebben a helyzetben? Mert másképp, hogyha csak így elképzelem, hogy hát ebben az esetben egy valaki hogyan viselkedne, az elég steril és nem elég életszagú, tehát hogy nem valóságos szereplőt teremt, hanem egy eléggé kétsíkú, tehát nem egy igazi emberi szereplőt. Az emberi szereplők általában meglepően viselkednek, tehát nem mindig úgy, ahogy az ember azt képzelné, hogy hát akkor hogyan kéne. Igen, volt olyan rész, amikor könnyen volt egy talált anyagból elindulni. Amiatt azt értem, hogy mondjuk egy hangfelvétel, vagy egy hallott beszélgetésből. Igen. Igen, szóval, hogy mindenképpen kell azért egy kicsit figyelni az embereket, és megnézni, hogy azok hogyan viselkednek különböző helyzetekben, ahhoz, hiszem, hogy az ember a saját szereplőjének valóságos jellemvonásokat tudjon adni. De én ugye emlékszem, hogy ez is volt a drámapályának pont a hívószava akkor, vagy neked nem? Hogy valami, hogy ilyesmi, hogy látni, megfigyelni és megírni. Ennél sokkal hangzatosabban. Igen, pályázatosabban volt. Igen. Na most a kritikával kapcsolatban így nem tudom, hát főleg ilyen kisebb városokban nehéz megfogalmazni kritikában az, hogy na ez most nagyon rossz volt, az még rosszabb volt, és a harmadik pedig annyira nem illett az egész előadásba, hogy csak na. Szóval, hogy ezt azért így le kell győznie, és nagyon szakszerűen meg kell határoznia annak, hogy aki kritikát ír, hogy ez most akkor miért nem tetszett nekem. Igen, és szerintem nem jól nyúltam hozzá ehhez a részéhez a szövegemnek, mert ugye azóta nagyon sokat fejlődtem és tanultam, hogy illik megfogalmazni, és hogy nem illik megfogalmazni dolgokat. És voltak olyan részek, amiket ma már kivennék, és átfogalmaznék, és átírnám, de ugye ezt nem tehetem meg sajnos. És teljesen más nézőpontokból figyelném ugyanazt az előadást, amit pár évvel ezelőtt, mint most. Szóval, hogy nagyon érdekes ezt így végigfigyelni, hogy az egyetem mire tanít meg bennünket, akár csak 2 év alatt, hogy fogjunk fel dolgokat, és hogy lépjünk hátra egy picit, és nézzük más szemszögből azt, amit látunk, és nem csak nézni, hanem látni, ami mögötte van. És ez az, amit nagyon nehéz így egy nézés alatt levonni az előadásból.
ezt is gyakorolni kell nagyon sokat. Igen, igen, és egy kis mély lélegzetet kell venni ahhoz, hogy az ember így frontálisan neki menjen valaminek, és elmondja, hogy rettentő sok munkát ültek ebbe az előadásba, de itt és ott egy kicsit azért csikorog a dolog. És hogyan tudták meg, hogy a szerencsés kiválasztottak között vannak? Hűha! Mesélj te előbb, mert nekem nem tiszta ez a rész, mert annyira bezsongtam. Én engem e-mailben értesítettek, és utána következett egy díjkiosztó, ami én online tudtam részt venni, és ezért később kaptunk nyereménykönyveket, azokat is később vehettem át. Igen, úgy emlékszem, hogy nálam is ez volt, hogy e-mailt kaptam arról, hogy kedves Barna Léna, ez meg ez történt, reméljük, hogy örömmel fogadja, és ezért ez az öröm teljesen elhomályosította ezt az emléket, hogy is tudtam meg azt, hogy megnyertem, és ugyanígy online volt a díjkiosztó, és a gratulációk, és minden, és akkor utána később kaptuk kézhez a nyereményeket. Igen. Igen, most úgy tudom, illetve azt írja a pályázatban, hogy a legjobb szövegek szerzői könnyített felvételt nyernek az egyetemnek a teatrológia szakjára. Ez miben áll ez a könnyített felvételi? Én nem tudtam elképzelni, hogy ez hogy is nézhet ki. Utána olvastam, hogy mik a felvételi követelmények, és az alapján elkezdtem készülni, még mielőtt megjöttek volna az eredmények. Az eredmény, hogy megnyertem. És eljöttem ide, és így nem tudtam, hogy hol vagyok, és mit keresek itt. És azt hiszem, hogy én voltam a harmadik vagy a negyedik a mostani osztályomból, aki bement felvételizni, és akkor bemutatkoztam, és akkor jó, gratulálunk, és akkor az volt, hogy előadáselemzés volt, azt hiszem, hogy nem kellett, igen, hogy nem kellett annyit teljesíteni, mint mondjuk a többieknek, akik akkor felvételiztek, hanem csak egy jelenetet kellett elemezni. Tehát azt, amit megírtam, azt szóban is el kellett mondani. Persze külön előadás van, nem arról, amiről írtam. Igen? Így zajlott? Nálam, én elsőre mentem, mert az rémes volt. De nálunk úgy volt, hogy ugyanúgy meg kellett csinálni a szóbeli felvételi részét a teatrológiának, viszont automatikusan maximum pont számot kaptam rá. És így, igen, igazából egy furcsa helyzet volt, mert elképesztően izgultam, pedig tudtam, hogy maximum pontot fogok kapni, de akkor is teljesen nagyon félelmetes volt. De nagyon kedvesek voltak a tanárok, és nagyon segítőkészek. És akkor mi volt ilyen nagyon félelmetes? Hát maga a felvételi helyzet. Igen. Igen, hát ezt így azért álltam meg egy kicsit, mert hogy mondjuk aki színházzal akar foglalkozni, azt gondolom sokszor járt színházban hátul is, tehát hogy látta azért, hogy mi az a függöny mögötti helyzet, és hát azt gondolná az ember, hogy ebben így megacélozódik, tehát hogy lekopik róla ez az izgulás, ez ilyen éles helyzetekkel kapcsolatban. Kopik? Vagy? Nem. Nálam igen. Igen? Nálam igen, és nagyon pozitív volt az, hogy mondjuk azok, akik még nem láttak előadást hátulról, hanem csak a nézőtérről, ők is megkaphatják ugyanezt a tapasztalatot ezen a szakon, hogy megmutatjuk, a tanáraink megmutatják minden oldalról és aspektusából azt, hogy is néz ki, és mit is kell csinálni, és a jót és a rosszat is, szóval ezt mindenki megtapasztalja előbb-utóbb. De hát gondolom, hogy gyakorlatoznak is, nem? Tehát, hogy az egyetem lehetőséget ad arra, hogy részt vegyenek egy-egy előadásnak az előkészítésében, vagy fesztiválon esetleg, hogy figyelemmel kövessék, hogy hogyan történnek ezek a dolgok. Igen, minden évben vannak fesztiválok, amikre meghívják a szakot, vagyis egy-két év folyamot. Idén is kaptunk meghívásokat, és tavaly is
tavaly is úgy szintén blogot írtunk mi tavaly. Igen. Na, igen, így kezdődött, hogy blogírás, és akkor ott közöltük az akkor megírt szövegeinket, és akkor utána jöttek kritikusok például, vagy újságírók, és akkor volt lehetőség megismerkedni velük, beszélgetni, és így többen is megismerhették azt, hogy mi mit írtunk, mert mondjuk belekerültek az újságba. És nagyon jellemző az, hogy a 3 év alapképzés alatt nagyon sok írásunk kerül nyilvánosságra, és emellett pedig a szakmai gyakorlatot még kiteljesíti, úgyhogy mondjam azt, hogy elmentünk színházakhoz gyakorlatra, dramaturg gyakornoknak, és akkor ott is különböző aspektusát ismerjük meg annak, hogy mit is csinál valójában egy dramaturg, és nem csak a tanteremben ül és drámákat olvas. Igen. És ír, ugye? És ír, egyesek. Igen. Igen, tényleg másképp írná ezt a drámát, úgy látszik, hogy nagyon rákattantam, mert középiskolásan 2 drámát megírni azért nem kicsi teljesítmény, úgyhogy... Hogy másképp írná? Hogy másképp írná el most. Tehát, hogy vannak-e olyan részei, amik így... Jaj, nagyon sok. Igen, de szerencsére most itt az egyetemen Albert Mária tanárnő felajánlotta, hogy levihetjük a drámazónába, és ott egy ilyen műhely keretei között foglalkozhatunk vele. Úgyhogy ez nem egy olyan felolvasó projekt. Felolvasó színház formában. Igen, és főleg, hogy a szöveg még fejlődjön. Tehát a drámapályával, a pályázattal még nem ért véget a drámának. Tehát nem kapta meg a végleges formáját még. Úgyhogy ez is nagyon jó. Igen. És ez a blogírás, ez hogy néz ki? Tehát ez hasonlít a kritikához, vagy inkább az élménybeszámolónak a... műfaját jelenti? Hát, ahogy haladunk előre az időben, tehát első éven inkább élménybeszámoló és rövidebb terjedelmi szövegeket kellett írnunk, és nem volt annyira megkötés, tehát mi írhattunk mondjuk verses formában, vagy ami éppen aznap eszünkbe jutott, szóval, hogy ebből tényleg nem csináltak gondot, hogy nem kritikát kellett írni, hanem tényleg bármit, és ez nagyon szimpatikus volt, mert írásgyakorlat, minden szempontból, és utána kezdődtek a nagyobb terjedelmű szövegek, mert másodében már mondjuk írásgyakorlat címszó alatt hosszabb kritikákat és elemzéseket írunk, és akkor gondolom idén ezt fogják elvárni tőlünk, és akkor jövőre pedig el sem tudom képzelni, hogy mit várnak majd el tőlünk. Ön is írt ilyeneket, tehát hogy részt vett igen, már ilyen gyakorlatokon, igen. Ugye? Az egész osztály. Igen. És úgy, ahogy a Léna mondta, mi is készítettünk ilyen kreatívabb, mondjuk képeket kerestünk az előadáshoz, és csak kommenteket szúrtunk alá, vagy nem is tudom, ők is írtak verset, vagy nem is tudom. Úgyhogy igen, első évben még nem kell tanulunk kritikaírást, de nem kell publikálni még a kritikáinkat, ha csak nem az egyetemi labban, de igen. Igen, persze, nem, ez azért egy kemény műfaj, tehát az, hogy az ember betörje magát a szaklapokba, ahol kritikákat közöl, az egy, igen, hát nem első éven történik, azt hiszem. Igen. És hát ugye az a műsor elején mondtam, hogy mind a ketten Magyarországról jöttek, tehát mi a véleményük a romániai magyar színházról? Mert hogy nem egészen magyarországi színház. Nem, teljesen más. Teljesen más. Én nagyon szeretem az itteni színházat, már csak a közösség miatt is, mert a nézők nagyon boldogak, bármi történik a színpadon, és emiatt rám ragad ez a boldogság. És bármit nézek, tényleg azt érzem, hogy együtt vagyok azokkal az emberekkel, akik bent ülnek a nézőtéren, és egyé válik ez az egész, és nem az van, hogy külön-külön ember néz egy-egy előadást, hanem... Tehát ugye elfogadóbb az itteni nézőközönség? Igen, igen, nagyon, nagyon. Ezt nagyon szeretem itt, igen.
ez a benyomása önnek is, hogy itt sokkal elfogadóbbak az emberek? A nézőként nyilván. Lehet, de én még nem nagyon mondanék véleményt, mert összesen még csak, vagyis 3-4 hónapja vagyok itt, és annyit még nem láttam, hogy erről kialakjon egy egységes... Na, hát lesznek majd meglepetések, gondolom. Mert hogy igen, sok szakember állítja, hogy azért van, elég nagy különbség van az itteni színház felfogás, tehát a színházban való élet és a célkitűzése is talán, megkockáztatom a színház művészetnek. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltak. Mi köszönjük. Is köszönjük. És hát remélem, hogy hasonlóan a színház iránt elkötelezett fiatalok fognak jelentkezni az idei drámapályázatra is. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Mi köszönjük. Köszönjük. Kedves nézőink, ez volt mai pont a műsorunk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra. Thank you.